Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója, gróf Széchenyi Ferenc előttisztelgő koncertünkön. Az idei koncert a Széchenyi Fesztivál keretein belül, ezúttal a Málenki robot, a Gulág, a Gupfi áldozataira is emlékezik. Szorosan kapcsolódik a Magyar Nemzeti Múzeum Málenki robot emlékhelyen, a mai napon 10 órakor megnyílt, a Független Magyarország napja Nemzeti Emléknap alkalmából megrendezett, a Pokol bugyrai, Málenki robot és Gulág, kényszermunka a Szovjetunióban, sorsokban elveszélve című szabadtéri kiállításhoz is. 1802. márciusában gróf Széchenyi Ferenc engedélyét fordult első Ferenc császárhoz, hogy tudományos gyűjteményét a nemzetnek ajándékozhassa. Az uralkodó 1802. november 25-én adta hozzájárulását és írta alá a Széchenyi által benyújtott okiratot, így ezt a dátumot tekintjük a Magyar Nemzeti Múzeum alapítási évének. Varga Benedek, a múzeum főigazgatója, az emblematikus dátumhoz illeszkedően 2017-ben hagyományteremtő szándékkal indította el ezt az ünnepélyes koncertsorozatot. A koncertsorozat művészeti vezetője Dubócki Gergely karmester. A koncertek mellett tematikus tárlatvezetések is színesítik a programot. A fesztivál célja, hogy megidézze a múzeum alapításának idejét, az alapító Széchenyi Ferenc korának virágzó kulturális életét, a korszak zenei világát. Az akkor megalakuló nyilvános múzeumok szellemiségét a Nemzeti Múzeumban őrzött ritka műkincsek hívják életre, és így rajtuk keresztül több művészeti ág is szerephez jut az esemény alkalmával. Engedjék meg, hogy mielőtt a mai koncert elkezdődik, felkérjem Varga Benedek főigazgató urat köszöntője megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hát a főkonferálásban gyakorlatilag minden elhangzott, ami ezzel a koncerttel kapcsolatos. Mindazonáltal először is fejezzük ki az örömünket, hogy megértük ezt a pillanatot, hogy ismét egy élő koncerten vehetünk részt. Ezt az elmúlt másfél évben ezt sehogy sem tudtuk megoldani. Ez a koncert tulajdonképpen a novemberi koncertnek a halasztott, mondjuk az, hogy változata. Minden következtében ebben az évben is, novemberben ismét lesz egy Széchenyi emlékkoncert. Mikor az egészet elkezdtük szervezni még 2017-ben, akkor azt hiszem, hogy Dubocki Gergelyen és rajtam kívül senki sem hitt abban, hogy meg tudunk rendezni egy olyan koncertsorozatot, amely évről évre emléket állít Széchenyi Ferencnek. Miért volt fontos Széchenyi Ferencnek emléket állítani, vagy miért fontos ma, az azt hiszem egészen evidens. Széchenyi Istvánról mindannyian tudunk, mindannyian mindig megemlékezünk, ám apjáról, a legnagyobb magyarnak az apjáról szinte semmit nem tudunk. Egy apró hasonlattal élve, Széchenyi Istvánról kb. 10 000 festmény van Magyarországon. Széchenyi Ferencről egy darab, egyetlen egy darab festmény van, ami még csak nem is az élő grófról készült el, hanem jóval halála után két darab apró rajzról alkotott meg egy festő egy festményt, és ebből a festményből született meg egy szobor, ez az a szobor, amit a múzeumkertben látnak. Ennyire el van feledve Széchenyi Ferenc. Miközben az a világ, amiben ő élt, és az aktus, amit ő megejtett ennek a múzeumnak a megalapításával, az egy nagyon korszerű és egy nagyon modern dolog volt a 19. század legelején. Általában nem szokták tudni, de a Nemzeti Múzeum Európának ugye a harmadik, negyedik nyilvános múzeummal. Az elsőt általában a London British Museummal azonosítjuk 1756-ból, a másodikat a Musée du Louvre-val, amelyet 1795-ben nyitottam meg kaput a közönség számára, és ehhez képest 7 évvel később Széchenyi gróf megélti azt az adományt, amely megalapozza a múzeumnak a működését, megalapozza egyébként az országos Széchenyi könyvtárnak a működését, sőt megalapozza a természettudományi múzeumunknak a működését, ugye ezek az a három nagyobb intézmény, ami egybe tartozott. A gyűjtemény egyetem pedig, ami itt volt, az pedig ma a Szépművészeti Múzeumtól kezdve a Nemzeti Galérián keresztül számos magyar közgyűjteményben látható. Ez már azt hiszem elegendő indok arra, hogy ezt a koncertet megszervezzük, vagy megrendezzük. Elegendő indok arra, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen millió fogta körbe Széchenyi Ferencet. És ez a második, mondjuk pont ebben a koncertsorozatnak a megszervezésében, hogy általában úgy választjuk ki, nyilván elsőben Dubocki Gergely, a darabokat, hogy azok valamilyen módon Széchenyi Ferencnek a korát tükrözzék. Ugye ez azért egy érdekes dolog, mert a Nemzeti Múzeum, ami számunkra,
A nemzeti megújulás a reformkorhoz kötődik. A romantikus zenéhez, a 19. század első harmadának az elképesztő lendületéhez és mondjuk is nagyon színes világához. Ezzel szemben a 18. századnak a vége, amelyben Széchenyi Ferenc élt, elsősorban mondjuk ugye 1754-ben születik, két évvel idősebb, mint Mozart, alig 21-22 évvel fiatalabb, mint Haydn. Tehát abban az időben, amikor ő élt, más zenei kultúra volt uralkodó az európai szalonokban és az európai udvarokban. Egy teljesen más millió fogta körbe az embereket. És tulajdonképpen ezek a koncertek ezt a milliót igyekeznek fölkelteni és fölmutatni. Másfél a koncertekhez kapcsolódó tárlatvezetések, ezek szintén nem a történeti értékük alapján mutatják be a tárgyakat, hanem az esztétikai különlegességük alapján, az esztétikai értékük és az esztétikai különlegességük alapján. Ennek a koncertnek ezen kívül van, a mai koncertnek van még egy különlegessége, és ez abban áll, hogy a Bartók Rádió most rögzíti először a Széchenyi koncertet, tehát eljutottunk odáig, hogy a Bartók Rádió rögzíti ezt a koncertet. Tisztelettel köszöntöm is a Bartók Rádió hallgatóit, valamint rögzítjük képileg is a mai koncertet, amelyet ilyen YouTube-on és egyéb csatornákon keresztül lehet megtekinteni. Tehát tulajdonképpen 4 év alatt, vagy 5 év alatt talán eljutott odáig ez a koncert, hogy egy rangos zenei eseményé vált a fővárosnak az amúgy nagyon színes és nagyon rangos komoly zenei kínálatában. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük főigazgató úr gondolatait! Hangversenyünk hamarosan kezdődik, a színpadra várjuk a 2013 óta működő Budapest Sound Collective-et. Az együttes alapító művészeti vezetője, estünk karmestere Dubócki Gergely, aki a klasszikus repertoár mellett elkötelezett híve a barokk és a kortárs zenének, számos ősbemutató és összművészeti előadás fűződik a nevéhez. Az elmúlt években szinte az összes jelentős magyar szimfonikus zenekart vezényelte itthon és külföldön, köztük több alkalommal a Budapesti Fesztivál zenekart. Az idei hangversenyünkön alapítónk Széchenyi Ferenc korát idézve két remek mű hallható, Haydn 80. szimfóniája és Mozart D-moll zongora versenye. Az est szólistája a nemzetközileg is elismert zongora művész Fejérvári Zoltán, aki rendszeresen koncertezik Európa és az Egyesült Államok neves koncerttermeiben. Nagy öröm, hogy ezen az estén a Budapest Sound Collective zenekar szólistájaként üdvözülhetjük. A különleges koncertélményhez jó szórakozást kívánok, köszönjük, hogy eljöttek, várjuk Önöket további programjainkon is.
Thank you.
Thank you.